Sziasztok, Márton Anna vagyok, és a kár örömmel most az én autómat fogom megmutatni nektek. Ezt a Magyar Olimpiai Bizottságtól kaptam, mint látjátok, a 2020-as Tokiói olimpiára való felkészülésemet segítették ezzel. És mivel vívó vagyok, ezért nagy szükségem van rá, mert minden edzéssel cipelni az egész vívó felszerelést reggel meg este, azért azt autó nélkül nehéz megoldani. Úgyhogy tulajdonképpen a reggel és az esti edzés is ezzel közlekedem. Fél éve kaptuk ezt az autót. Azóta használom, hát azóta konkrétan nem tudok megválni tőle, szóval nagyon-nagyon megszerettem. Ami nekem ilyen óriási változás, meg újdonság volt a korábbi autóhoz képest, amit vezettem, az, hogy ez egy automata autó. És én meg úgy voltam vele, hogy hát minek az, meg milyen uncsi lehet ezt vezetni, na ezt senki ne higgye, hogyha valaki azt mondja, mert az automata autónál nincs a jobb a világon. Utána két hét után visszaültem egy manuális autóba, és konkrétan a kuplungot azt elfelejtettem használni. Szóval nagyon el tud benne kényelmesedni az ember, az igaz. Amit még én tudok erről az autóról, az elég kevés dolog. Például azt tudom, hogy hibrid, ami szintén egy ilyen különlegesség volt számomra. Úgyhogy nagyon kis cuki halk autóka, nagyon szépen tud húzni benne az elektromos motor. Igazából én szerintem egy eléggé sportos vezető vagyok. Sportos és szőkenős egyszerre azért, mert parkolni például nem tudok, de hogyha egyenes az út, akkor meg szeretek rájönni a gázra. Úgyhogy a legrosszabb kombináció szerintem. De balesetet még sose okoztam is, és azért igyekszek elővigyázatos lenni, szóval kerülöm a veszélyhelyzeteket. Egyébként szerintem elég menni a dizájn ennek az autónak, ilyen kicsit ilyen jövőbeni. Meg először olyan furcsa volt megszokni, mert ilyen nagyon modern, meg extravagáns, de aztán így nagyon megszerettem, szerintem pont a sportolókhoz illik. Megpróbálom felnyitni a motorháztetőt. Ilyen manővereket még nem hajtottam végre, úgyhogy ez újdonság lesz a számomra is. Esetleg. Reméljük, hogy most nem tettem tönkre az autót. Na, én is kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi van egy hibrid automata motorháztetőjében. Ezt most nem tudjuk meg. Még egyet nyitok rajta. Ez tök fura. Most becsukódott. Próbáljuk újra. Hát igen, ez volt a motorháztető, remélem, hogy mindenki megtetszett. Egyébként valószínűleg elég érdekes a dolog, mert ugye van benne egy elektromos motor is, meg ilyen normál motor is, úgyhogy szerintem kicsit különlegesebb a hibridnek a motorháztető. Kár, hogy nem láttunk. Belülre is ilyen nagyon extra dizájnja van, szóval nem egy átlagos látvány. Ez az egész autó magában szerintem ilyen nagyon modern kialakítás. Mondjuk már egyszer sikerült lefektet kapnom vele, akkor nem tudom, hogy hol. Elgurultam valami gumiszervizbe, és akkor ott segítséget kértem, mert ez abszolút nem értenék, szóval én ott maradok az út közepén. Wow! Íme a csomagtartó. Hát ez sikerült kinyitni, mondjuk ezt már párszor ki is nyitottam, általában ide szoktam bedobni a vívó cuccomat. Egy hátránya van, hogy a vívó zsákom az nem fér be, de ezt az apróságot, hogyha ettől eltekintünk, akkor ez életem autója. Ez egy tök új modellje a Toyotának, ez egy CHR hibrid, az olimpia utánig tudjuk használni. Olimpia után meg vissza kell adnunk, és lehetőségünk van rá, hogy kedvezményesebb áron megvásároljuk. Ha annyira beleszerettünk, ami meg nem kizárt, mert tényleg nagyon-nagyon jó szolgálatot tesz, és tényleg egy nagyon jó modell, nagyon jó kialakítás, úgyhogy még ez is lehet, hogy beruházok egy ilyen kis járgányra. Egy ilyen touchpados érintőpanel,
és ugye például a zenét lehet állítani, rajta van navigáció, az autónak az ilyen általános állapotát is meg tudod rajta nézni. Most például itt azt mutatja, hogy az elektromos motor mennyire van feltöltve, az úgy töltődik, hogy a mozgási energiát alakítja az elektromos energiává, úgyhogy ha megyek és gurulok, akkor ez töltődik szépen az elektromos motor. És itt mindig mutatja, hogy itt melyik motort használja az autó. Lehet rajta ilyen sávváltás, blokkolót is bekapcsolni, ezt is pályán szoktam, hogyha például nagyon sokat kell vezetnem, akkor tök hasznos, mert ha egy kicsit már bizonytalan a kezem, akkor visszahúzza a kormányt, ha index nélkül a sávot akarnék váltani, és ez is tök hasznos tud lenni. Ez neked tök jó volt így megtapasztalni rajta ilyen extra dolgok, amik így azt hinnéd, hogy minek az az autóra, de hogyha elkezded őket használni, aztán úgy elkényelmesedsz, így tök jó. Hogyha nagyon gyorsan közelítek valamihez, úgy érzi, és nem fékezek, akkor például elkezd így ordítani, egy fék. A gumik, a fék! Fék! Néha már megszólalt. Ez volt a káröröm, és remélem, hogy tetszett az autóm. Meghoztam nektek is a kedvetek ez a szuper kis modellhez. Remélem, hogy legközelebb több érdekes dolgot tudok már mondani róla. Fel tudjuk nyitni a motorháztetőt is, ilyen apróságok még azért hiányoznak. De remélem, hogy élveztetek.